Visszatér a képernyőre a vagány, vörös hajú szeplős kisfiúként megismert Kovács Robi. Ezúttal kislányával, Kincsővel érkezett, aki többek között apukája rossz szokásáról és legnagyobb álmáról is mesél a ma esti Vigyázz a gyerekkel vagyok című műsorban. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt jó reggelt. Nézem, hogy a szeplőjét, így kukkert kell hozzá föltennem, hogy azért, amikor nincsenek. Te kicsi volt, az tényleg a szeplő volt az egyik jellegzetessége. Ez így van. Elmúlt, vagy mit csináltál vele? Én voltam a szeplős vörös hajú kisfiú a tévéből, és sokan azt mondják nekem, hogy hát figyelj már ide, hát neked nem is, szinte már nem is vörös a hajad. Igen, és nem vagy szeplős. És nem vagyok szeplős. Igen. De már kisfiú sem vagyok. Már kisfiú sem, igen. Sajnos ezek a dolgok elmúltak, valóban ez a természet intézte így. Elmúltak az erős szeplőim, és a hajam pedig sokkal világosabb lett, mint régen volt. Igen. Igen. De Kincsőnek is szőke a haja, tehát azért ilyen szempontból kicsit jobban. Igen, én örültem neki, és az anyuka is nagyon örül neki, hogy a Kincső az egy kis, a szőkeségét azért így átörökíthettem, mert így olyan szép, szerettünk egy szőke kislányt is. Gyönyörű, és a szemetek egyébként ugyanolyan, így első ránézésre. Igen? Nekem igen, úgy tűnik. Na milyen volt a műsorban Kincső szerepelni, jól érezted magad? Igen. Igen? Elárultál titkokat a páról, olyanokat, amiket mondjuk nem kellett volna? Csak egy kicsit, csak egy keveset. Igen. Annyi belefér. Mi az, amit apában a legjobban szeretsz? Jó fej apa az apa? Igen. Igen? Jó fej? Igen. Vicces? Igen. Kincső, bátor legyél, hát most, de akik nézik a tévét, azt hiszik, hogy te ilyen kis szolíd, visszafogott kis. És nem, és közben nem? Nem. Az az igazság, hogy még az a kettősség munkál a Kincsőben, hogy amikor hirtelen szereplés van, bármilyen megnyilvánulás, akkor ilyenné változik. Igen. Egyébként pedig otthon pedig élénken, kiabálva énekel a mikrofonban. Aj, de édes egyébként lehet. A szeme sem áll jól, igen, hogyha megnézed, igen, annyira. Én azért próbáltam beszélgetni, mert szerintem majd ott kimegy a stúdió, és akkor kezd beindulni majd. Sőt, már itt hátul már itt, persze, már itt csináltak kis dolgait, tehát ilyenkor kis visszafogott aranyos kis. És a műsorban, amikor a forgatás volt, Kincső az esti műsorban, nálatok voltak kint, ugye, ott készül egy kis film. Igen. Ott azért bátor voltál, ott beszéltél? Meséltél apáról? Igen? Igen. Na de hangosan, Kincső, kíváncsi leszek, megnézem, kíváncsi vagyok, hogy miket mondtál apáról. Robi, veled mi van egyébként? Tehát te mit csinálsz most? Ugye, hát most beszéltünk arról, hogy szeplős kisfiú voltál, de hát most már nem az vagy, és nem is azt csinálod. Mit csinálsz? Most már nem azt csinálom, igen. Tulajdonképpen a televíziós tevékenységem közben eljött az a pont, amikor én elkezdtem magam így képeztetni színház irányba, és hát tulajdonképpen ez lett az életem egyik legfontosabb szegmens, hogy én színházat játszom és azt csinálom. Beszélhetünk a színházról, de az érdekel, hogy miért engedted el a tévét? Ez egy ilyen tudatos volt, hogy a televíziózás, a kamera az nem annyira, inkább a színpad? Nem, olyannyira nem, hogy a televízió az valahol mindig is jelen volt az életemben. Az elmúlt körülbelül 8 évben, pont a Kincső születésekor hagytam abba az aktív televíziózást. Nyilvánvalóan ebben a rohanó világban ez nem mindig az ember döntése, ez se az én döntésem volt. Én még a köztévébe vezettem ugye ezt a turisztikai műsort, és hát úgy alakult, hogy abba hagytuk, tehát szerződés lejár, ezek ilyen papír dolgok. Igen. De onnantól kezdve soha nem állítottam én, hogy abba hagyom az aktív tévézést, csak úgy élem a magam életét, csinálom a magam dolgait, ha jön a felkérés, jön, ha nem jön, nem jön, tehát tulajdonképpen én nem határolódtam el ettől a műfajtól egyáltalán. Időszakosan most egy kicsit. Jól vagy a mostani életemet, tehát szereted, amit csinálsz, abszolút, és ugye a helyemen vagyok, mert én azt szoktam mondani, hogy az igazán boldog ember, aki nem tesz különbséget szereplés és szereplés között, olyan értelemben persze a nívónak mindig meg kell lennie, de hogy én ugyanolyan szívesen és teljes szívvel lélekkel lépek föl óvodásoknak egy óvodaudvaron, meg mondjuk egy hatalmas nagy színházi produkcióban mondjuk a 500 néző előtt, és nekem ez mind a két véglet, megvan most az életemben. Kincső, annyit elárultál a ma esti műsorban, hogy apának van egy nagyon rossz szokása. Tényleg? Az és ez az én rossz szokásom, és ez egy közös rossz szokásuk. Azt akkor pláne mondd el. Csak mi az? Mi volt az? Mit csinál apa? Mi a rossz szokása? Hát rágja a körmét, nem? Nem azt mondtad, hogy az a rossz szokása apának, hogy rágja a körmét? Bizonyán. Rágja a körmét? Nem a körmét. Az ugyanaz, egy kalap alatt van a bőrrágás és a körömrágás. De nem az, mikor? Ideges vagy mikor? Nem, hát tudod, az, amikor az ember úgy néha hogy babrálja a kezét, és hogyha érzed, hogy egy nagyon pici, elálló bőr van, azt úgy észrevett lehet. Az engem is szokott zavarni. És egyszerűen azt látod már csak, hogy jaj, vérzik, nem kellett volna. Tépkedős? Tépkeded? Igen. De ez ilyen kicsit visszatérő, néha elmúlik, és akkor csodálkozom, milyen szép a kezem, aztán kezdődik elől az egész. De ez ilyen idegi alapon neked is, nem?
szorongás miatt. Hát, most is nagyon szép a hajad, de hogy ott az esti felvételen, az nekem még jobban tetszik, az a fonás benne, na már csak azért is meg fogom nézni. A kincső nagyon szereti a szép ruhákat, igazi nőcske, nagyon büszkék vagyunk rá. És nagyon szép kislány. Na, úgyhogy este nézzük titeket. Megnézzünk benneteket, kíváncsi vagyok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, mi is, sziasztok.